Ezúttal azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van Európa népességének csökkenése a közeljövőre, illetve mi az, ami várható a közeljövőben Európában, illetve a fejlett államokban, a fejlett nyugati országokban, különösen az Európai Unió, illetve Észak-Amerika területén a népesség csökkenés következtében. Erről már volt szó korábban, sajnálatos, hogy ezt újra és újra el kell mondani, de a helyzet az, abból a szituációban, amiben vagyunk, a gazdaságot, a népességet, ugye a társadalmat tekintve nincsen kiút. És ez nem azért van, mert én negatív vagyok, vagy mert összeesküvés elméletekben hiszek, vagy a világ végét várom, hanem ez egy egyszerű matematikai képlet, vagy egyenlet, amiben különböző változókra van szükség, amiket ismerünk, ezek alapján ki tudjuk számolni azt, hogy a helyzet, amiben a világ van, különösen a fejlett nyugat-európai, illetve észak-amerikai országok vannak, az visszafordíthatatlan. Előbb vagy utóbb, ha lenne rá idő, akkor azok pusztulását eredményezné. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért mondom ezt. Szerintem, hogyha bárki belegondol és józan észre megpróbálja a helyzetet felmérni, akkor rájön arra, hogy egy társadalom, ahol nem születik elég ember, bizonyos mennyiségű ember nem születik, az nem maradhat fenn. Ez nem azért van, mert én összeesküvés elméletekben hiszek, vagy a világ végét várom, hanem ez azért van, mert így működik az élet. Ez csak egyszerű matematika. Azok, akik annyira imádják a tudományt meg a matematikát, hogy állandóan azzal foglalkoznak, hogy nem képesek megérteni ezt az egyszerű tényt. De nézzük meg ezt a rövid videót, és akkor megpróbálom elmagyarázni közben, hogy mi is az, amiről szó van azok számára, akik még esetleg nem jutottak volna el eddig a felismerésig. Ugye ez kutatások alapján kimutatták azt, annak érdekében, hogy bármilyen társadalom fenntartsa magát 25 évnél hosszabb ideig, ahhoz 2,11 század gyermekre van szükség. 2,11 század gyermekre van szükség, ugye ez egységre, az egysége ennek az a nő, hiszen minden nőnek 2,1 gyermekének kellene lennie ahhoz, hogy a társadalom fent tudja magát tartani 25 évnél tovább. 1,9 tized. Amennyiben ez 1,9 tizedre vagy az alá csökken, onnan soha egyetlen társadalom sem tért vissza. 1,3 tized, ha egy nőnek csak 1,3 tized gyermeke születik átlagban a társadalomban, az lehetetlen visszafordítani. Ez világos mindenki számára, amit mondok. Nem azért van, mert én negatívan látom a jövőt, vagy azért, mert én ezt akarom. Ez azért van, mert így működik az a matematika, amit mindenki annyira imád, akik arról beszélnek, hogy ez összeesküvés elmélet. 1,3 gyermek per nő lehetetlen megfordítani a folyamatot. Amikor eléri ezt a számot, onnantól kezdve annak a társadalomnak vége van. Lehúzták a redőnyt. 80 vagy 100 év kellene ahhoz, hogy vissza lehessen fordítani a folyamatot, és annyi nincs, hiszen nem élnek annyi ideig az emberek, úgyhogy viszont látásra. Nézzük meg azt, hogyan működik ez az egész. Ez ugye a gyengébbek kedvéért megmutatják, hogyha négy embernek egy-egy gyermeke születik, utána abból a kettőből megint csak egy, akkor így a társadalom szép lassan elfogy. Ez szerintem mindenki számára egyértelmű. Then there are one fourth as many grandchildren as grandparents. Ugye egy negyede lesz az unokák száma a nagyszülőknek, így a társadalom elfogy. If only a million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce. Evidens, amiről beszél, ha 1 millió gyermek születik 2006-ban, akkor 2026-ban nem tud 2 millió gyermek dolgozókorúvá válni, hiszen nincsen annyi plusz, még ráadásul fogynak is, ugye nem mindenki éri el azt a kort. Ezért szükséges 2,1 tized legalább. A muszlim bevándorlók az csak egy eleme a problémának.
de nem ők okozzák a problémát. A problémát az okozza, amit a képernyőn láthatok most. Franciaországban ez az arány 1,8 gyermek per nő, Angliában 1,6, Görögországban 1,3, Németországban 1,3, Olaszországban 1,2, Spanyolországban 1,1. Ami azt jelenti, hogy ezek az országok gyakorlatilag mind a kihalás küszöbén állnak. Nem csak ezek, az összes európai ország. Úgy értve, hogy azok a népek, amelyek ezt az országot alkotják, nem a bevándorlók, meg az a mindenféle mismás ember, aki most ott összekeveredik. Az eredeti francia, angol, görög, német, olasz vagy spanyol nép, de a magyar is meg fogjuk nézni később. Nem lehet visszatérni onnan, ahol most tartunk. Franciaországban az 1,8 is az alatt van, ami szükséges, a többi pedig egyre távolabb és távolabb kerül. Láthatjuk, hogy 1,3 az, ahonnan nem lehet visszatérni. Az elit pontosan tudja, hogy ez történik. Ők így akarták, hogy ez történjen. Az Európai Unióban a 31 ország átlagos termékenységi mutatója 1,38. 1,3 volt az, ahonnan nem lehetett visszatérni. 1,38. Ezt nem lehet megfordítani, ugyanis nincsen annyi idő, hogy ez megtörténjen. A társadalom halára van ítélve. Én tudom, hogy durván hangzik, mint ahogy minden, ami itt elhangzik, de ez a helyzet. Lehet így is, lehet úgy is, lehet ezt is mondani, lehet azt is mondani. A helyzet az, hogy a nyugat-európai kultúra halára van ítélve. Ha lenne annyi idő, amennyi nincs, 80-100 év, akkor sem tudna megfordulni ez a folyamat. Ami azt jelenti, 50 éven belül ezeknek az országoknak annyi lenne így is, úgy is, hiszen a bevándorlókkal együtt felhígulna. Ezzel nem csak persze nem csak maga a népesség, hanem az egész kultúra hanyatlásnak indul, ami itt volt. Úgyhogy Európa és Észak-Amerika effektíve véget ért. Ez magával hoz egy másik problémát is. Ugye itt ők most rátérnek már a bevándorlásra, hogyha jól emlékszem, és én azzal nem szeretnék foglalkozni. De érdekességképp mindenki megnézheti, hogy 1,8 tized a termékenységi szám a francia családoknál, 8,1 a muszlim családoknál. Ami, még egyszer mondom, ha mindenki csak elfeledkezik róluk, akkor sem lenne probléma, hiszen a problémát nem ők okozzák. A probléma az, nincs, nem lesz elég ember, aki dolgozzon. Nagyszerű lenne, ha azok, akik még mindig csak odáig jutottak el, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és ennek nincsen semmi alapja, és ez csak kitaláció, meg majd valamit kitalálunk, meg bla bla bla. Nem lehet a folyamatot megfordítani. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt elmagyarázni az embereknek, hogy megértsék, de valószínűleg sehogy. De a lényeg az, hogy a folyamatot nem lehet megfordítani. Szóval, hogyha elfogy az ember, aki dolgozzon egy társadalomban, akkor honnan lesz pénz arra, hogy a társadalom tovább működjön? Ez a nagy kérdés. És nem igen látom, hogy bárki is foglalkozna ezzel a politikában, vagy bárhol, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy azok az emberek, akik mi vagyunk most, a 20-as, 30-as éveiben, vagy 30-as, 40-es éveiben, honnan lesz az a nyugdíj, amire mindenki gyúr, hogy majd ő mikor visszavonul, akkor ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Honnan fog érkezni majd az a pénz akkor, hogyha nem lesz, aki dolgozzon. Nem csak az, hogy nem lesz, aki dolgozzon. Ez Franciaország 30%-a a 20 év alatti gyerekeknek muszlim. Ez ugye azt hiszem, hogy 20 éves periódus, amiről beszél. 39 év múlva Franciaország, 39 éven belül, vagy durván 4 évtizeden belül Franciaország egy muszlim állam lesz. 82 ezerről 2,5 millióra nőtt, 30 szorosára nőtt muszlimok száma Nagy-Britanniában. Azt hiszem, hogy az elmúlt 30 évről beszél, de néhány évtizedről. Lehet, hogy még annyiról sem. Azt hiszem, ez Hollandia lesz. 50% azaz fele az újszülötteknek muszlim. 15 éven belül a népesség fele. Ez talán Oroszország, 23 millió muszlim.
40%-a az orosz hadseregnek muszlim lesz néhány éven belül. Minden ötödik ember muszlim lesz. Belgium egynegyede, és az 50%-a az újszülötteknek muszlim. Minden harmadik európai gyerek 2025-re muszlim lesz. És ez folyamatosan halad így minden országban. Amit láthattok most, ez a német állami statisztikai hivatalnak az egyik egy idézet tőlük. Arról beszélnek, a német populációnak a csökkenését nem lehetséges megállítani. Ezt a folyamatot már nem lehet visszafordítani. 2050-re Németország egy muszlim állam lesz. Gaddafi, aki azt mondta, hogy nem is, nincs is szükség sem fegyverekre, sem kardra, sem terroristákra, sem bombákra, semmire. Egyszerűen csak az a 50 millió muszlim, aki beáramlik Európába néhány évtized múlva egész Európát egy iszlám kalifátussá fogja változtatni. 52 millió muszlim, ugye ez, amiről beszélnek, aki Európába beáramlik. Ezzel ezt a videót abba is hagytam, és meg fogunk nézni egy másikat. Én nem a muszlim problémát akartam felvetni ezzel, én egy másik dologról szerettem volna beszélni, amiről beszéltem. Nem lehetséges ezt a folyamatot fenntartani. A probléma nem a muszlimokkal lesz, a probléma azzal lesz, hogy nem lesz, aki dolgozon, nem lesz bevétele az országnak, mert nem lesz ember, aki jövedelmet termeljen. Mindazok az emberek, akik most nem foglalkoznak semmivel, azok nem fogják tudni folytatni a tevékenységet. Egy ideig az ember a homokba dughatja a fejét és magyarázhatja az ostoba dolgait. Egy idő után szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy ez csak egyszerűen egy matematikai egyenlet. Kifogynak az emberek, és nem lesz hova mennie azután már senkinek. Nem fognak tudni tovább azzal védekezni, hogy ez csak egy elmélet, vagy ez nem így van, vagy hogy majd jóra fordul minden. Ez nem tud jóra fordulni. Ez a hajó elment. Ez elhajózott, ez kihajózott, ennek vége van. By 2050, the world is expected to house nearly 10 billion people. Ugye ők arról beszélnek, hogy 10 milliárdan leszünk 2050-re. Én azt mondom, hogy 2050-ig nincs időnk, nem is ezen kellene aggódni senkinek, hanem azon, hogy hogyan fog eljutni 2050-ig, hogy mi az, amit csinálni fog, vagy mi az, amit kezdeni fog magával az elkövetkezendő 30 évben. Amikor a robotok megcsinálják majd az összes munkát, amikor nem lesz termelés, nem lesz jövedelme, amikor nem lesz ember, aki dolgozzon, és mindenki körülötte teljes agyhalában fog az utcán zombiként közlekedni. Prompting concerns over lack of natural resources, increased global temperatures and food shortages. Ugye ilyen bla bla bla, élelmiszer hiány, stb. Ez az, amivel kezdenek, de az érdekesség az számunkra igazából lehet. It's not unusual to hear about the threat of the rapidly growing global population. On average, each country is seeing their population grow by about 1.25% per year. Átlagosan 1,25%-kal nő a társadalom világszerte. Az átlag a világon 1,25-ös növekedés. Azonban a probléma az, hogy bizonyos területeken növekszik, bizonyos területeken csökken. But a number of countries have the opposite problem, a population that is rapidly decreasing. Although the reasons for a shrinking population vary, the consequences are almost always the same. Fewer people leads to a smaller workforce, slowing economic. Általában a probléma az, hogy az emberek nem mernek gyermeket vállalni, hiszen a gazdasági körülmények nem teszik azt lehetővé, legalábbis az emberek úgy gondolják, hogy nem teszik azt lehetővé. Képen láthatók azok az országok, ahol a világon a legsúlyosabb ez a probléma. Képen látható országokban a népesség csökkenése a lehető legsúlyosabb a világon, azon belül is Magyarország ugye előkelő helyen áll sötétkékkel. Több mint 15, majd megmutatom azt is egyébként, 40 ezerre csökken átlagosan évente a lakosság Magyarországon, és ez Bulgária egyébként, amiről szó van, 30%-kal fog csökkenni 2060-ra, hogyha lenne annyi időnk.
164-jel csökken a lakosság évente, több mint 60 ezer emberrel csökken Bulgária lakossága évente, több mint 60 ezer emberrel. Nem tudnak kitalálni olyan módszert, amivel ezen változtatni tudnának. Eastern European countries have plummeted for almost identical reasons. With the fall of the Soviet Union and subsequent economic collapse, many Bulgarians and Moldovans were left financially. Ugye az okokat ismeri mindenki, az pedig gazdaságiak. Since then, it's still relatively low at roughly 1.4 births per woman. 1,4 születés van Bulgáriában egy nőre. In comparison, the global average is 2.5 births per 2,5 az átlag, a világ átlaga. Woman, and roughly 2.1 is needed to maintain the populations. Egyetértenek abban, hogy 2,1 szükséges ahhoz, hogy egy népesség fennmaradjon hosszú távon. Szóval ezek ugyanazt mondják, mint a másik, amit megnéztünk. Today, the biggest threats to Bulgaria and Moldova's populations are emigration and a large proportion of elderly residents. Amit mondtam, számos alkalommal már a probléma ezekben az országokban a kivándorlás, illetve a lakosságnak az elöregedése. Iskolázottak, tanultak, azok elhagyják az országot, és külföldön folytatják az életüket. Akik itthon maradnak, azok képzettsége alacsony, és az a társadalom elöregszik, hiszen nem csak, hogy kevesebb gyermek születik, hanem kevesebb is marad ebben az országban. A 20%-a a tanulóknak külföldön tanul, és ezeknek 80%-a ott is akar maradni. Threat is Japan. According to a government report, Japan's population is expected to cut in half over the next 66 years, primarily due to its low birth rate. 2082 az, amit itt láthatunk. 2082-re Japán lakossága megfeleződik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek az agyában regisztrál egyébként úgy általában a világban, hogy mi az, ami történik körülöttük, az emberek körül, úgy értem. 2082, amennyiben ha lenne 60 évünk, akkor az azt jelenteni, hogy Japánban fele annyi ember élne, mint amennyi ma él. Úgy, hogy a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy az embereket rábírja arra, hogy gyermeket vállaljanak, és ennek ellenére sem működik ez. Are working long hours, leaving them little time to raise a child. The problem has gotten so dire, the Japanese government allocated nearly $30 million to lifting birth rates. This is in addition to a number of work-life balance policies that 30 millió dollárt különítettek el erre a célra, segítsék a családokat, de mindenféle rendelkezések, akár a munka, a társadalom, szociális rendelkezések mind-mind azt segítenék, hogy a családok gyermeket vállalja, ez nem következik be, hiszen nem tud bekövetkezni, mivel az emberek nincsen ideje arra, hogy gyermeket vállaljanak. Ugyanis így alakult maga a társadalom. Olyannyira kétségbe esett a helyzet, hogy még a társkereső oldalakat is támogatja az állam, de így sem működik a dolog. We can't do videos like this. Okay, ennek vége van ennek a videónak is. Azért akartam megmutatni, hogy lássa mindenki, hogy nem egy forrás az, ami ezt állítja, hanem több helyen is ugyanazokat az adatokat láthatjuk ezzel kapcsolatban. President, let me give you a scenario that's not in the white book of Mr. Juncker. Valamilyen jobboldali párt lehet, és ha jól értelmezem, akkor Holland ez a karakter. Egyébként az Európai Nemzetek és Szabadság Társasága vagy pártja az, akinek a nevében beszél, illetve akinek a képviselője. When the EU continues on its present course, the future of Europe will be Islamic. That is the objective of the Islamic world, and that is the objective of the EU elite. Arról beszél, hogy az EU vezetőinek, az EU elitjének, illetve az iszlám államoknak az a célja, hogy Európa egy iszlám kalifátus legyen, és az út, amelyen haladunk, az ide vezet. Pályán vagyunk, hogy Európa egy iszlám kultúra, illetve egy iszlám kalifátussá váljon. It is the aim of the open border policy, and it is the aim of this criminal mass immigration. Arról beszél, hogy a nyitott határoknak a rendszere, illetve az a rendelkezés, hogy beengedik a bevándorlókat a háború, stb. Miatt, az pontosan ezt segíti elő, illetve annak ez a célja.
Ez az, amit el akartak érni. Számos alkalommal elmondtam már ezt is, hogy ez így van rendezve. Nem csak ez az egész világon, minden, ami történik, úgy van rendezve, hogy úgy történjen, ahogy történik. És ennek ellenére az emberek többsége még mindig nem fogta ezt fel. Úgyhogy ezt elmondják az európai parlamenti képviselők is, hogy ez egy irányított folyamat azért, hogy az történjen, ami történik. Nem csak, hogy a lakosság fogy, a dolgozó emberek száma fogy, a népesség csökken, hanem beáramlik egy népcsoport, aki nem beszéli a nyelvet, teljesen más kultúrával rendelkezik, azonban itt fog élni. Mi az, amiből a bevándorlók el fogják magukat tartani? És tudom, hogy erről már volt szó, de azt szeretném, hogyha mindenki feldolgozná azt a tényt, hogy ez egy valós probléma, amivel valószínűleg mindannyian szembe fogunk nézni. Én egyáltalán nem félek, én nem utálom ezeket az embereket. Amit én csinálom ezt az egészet, hogy felfogják az emberek és döntést tudjanak hozni, hogy a jó oldalon álljanak a végén. Ez az egyetlen oka. Én nem készülök a muszlimok elleni háborúra, nem utálom őket, nem készülök semmiféle háborúra, nem érdekel a dolog. Én azt szeretném, hogyha az emberek felfognák, hogy ez van, és megértenik, hogy a világ egy összetettebb, mint ahogy a nők azt képzelik. Sőt, én azt sem mondom, hogy ez ellen harcolnunk kell. Fölösleges harcolni ez ellen, tüntetni, aláírni a petíciót, szavazni. Teljesen fölösleges ezekben a dolgokban részt venni. Amit én mondok, az, hogy elegendő, ha valaki felfog ezt, és megpróbál utána járni a többi dolognak, amit még nem fogott fel azzal kapcsolatban, hogy hogy működik a világ, és mikor felfogott mindent, akkor meg fogja érteni azt, hogy amiről itt szó van, az az igazság. A világ így működik, attól függetlenül, hogy ezt nehéz elhinni, és nem akarja elhinni valaki. A világ egy hatalmas összeesküvés. Of course there are casualties of abuse, murder and rape. That's the price to pay for the extermination of national identities. That is deliberate EU policy. Rengeteg áldozata van annak, hogy erőszakkal ezeket az embereket betelepítik. Ez egy európai uniós rendszer. Úgy értve, hogy az Európai Unió ezt akarja, illetve a vezetőség, az elit ezt támogatja, hogy beáramoljon ez a rengeteg, ő ugye bűnözőknek hívja őket. There's only one obstacle on the road to the European caliphate. Most már az európai kalifátusról beszél. And that are the patriotic citizens who vote for patriotic parties. És a legnagyobb problémát azok az emberek okozzák, akik hazafiak Európában, úgy mint ő ugye magára gondol, mint egy jobboldali párt vezetője, vagy akár Orbán Viktor, ahogyan őt beállítják, vagy még néhányan Európában, úgy mint a Nagy-Britanniában a UKIP, vagy Franciaországban. Arról beszél, hogy a hazafi az egy probléma a rendszerben, hiszen ezek az emberek ellenállnak. Én még egyszer mondom, a hazafiság az egy ostoba dolog, egy időpocsékolás, egy erőpocsékolás. Ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni, megállítani, vagy megakadályozni. Aki a saját országáért harcol, az elvesztegeti az energiáját. Nem hogy az országnak, az egész világnak annyi befellegzett. Úgyhogy fölösleges harcolni bármelyik részéért is. Csak fel kell fogni, hogy mi a helyzet. Amit én szeretnék, az, hogy felfogják az emberek, hogy mi a helyzet, és utána megértsék, hogy minden más ugyanilyen irányított folyamat és egy manipuláció. Az én célom nem az, hogy az embereket az utcára vigyem, vagy a harcra buzdítsam. Sőt, az ellenkezője, semmiképpen ne vegyen részt senki semmiféle világi, vagy politikai, vagy diplomáciai műveletekben. Az egész demokrácia, az egész egy hoax, egy hazugság, minden az, minden eleme az fölösleges az időt pocsékolni, meg az energiát rá. Értse meg mindenki, hogy ez egy hoax, egy hazugság, minden ugyanígy van, és kutassa ki, hogy mi az igazság. Ez a célja ezeknek a videóknak, nem az, hogy az embereknek reményt adjon, hogy meg tudjuk állítani a rendszert. A rendszert nem lehet megállítani, de nem is kell. The EU has declared these parties their enemies, their biggest threat. In the EU, the rule of law doesn't apply to patriots. They are homo sacer. The future of Europe is the caliphate, unless the citizens rise and defend their culture and identity. Ellentétben vele, ő ugyanis azt mondja, hogy az állampolgároknak fel kell a rendszer ellen állni, és harcolni minden lehetséges módon, különösen ugye azoknak, akik hazafinak vallják magukat. Ez egy nagyszerű rendszer, amit kitalálta. Mind a két oldal ugyanannak
A legjobb példa talán az, hogy egy madárnak a két szárnya mind a két oldal ugyanazt a célt szolgálja, csak más-más úton vezeti félre az embereket majd. És az embereket úgy tűnik, hogy annyira nem is nehéz félrevezetni, hiszen nem hajlandók utána nézni a dolgoknak, és ezért igazán egyszerű őket megvezetni. Elfogadnak mindent, amit látnak, és mindent, amit egy fehér köpenyes mond, az igazság. De minden alternatív vélemény az pedig egy összeesküvés elmélet, ami sajnálatos, de a helyzet attól még ez. Jó, nézzük egy pár statisztikát akkor Magyarországról. Érdekes dolgokat találtam. Itt van egy, megmutatok néhányat így véletlenszerűen, csak azok kedvéért, akiket érdekel. 71%-a az embereknek városban lakik Magyarországon. Ez pedig a növekedését mutatja ennek a létszámnak. 2006-ban durván 67% volt, 2016-ban 72%, azaz durván 5-6%-kal nőtt 10 év alatt. Ez egy másik dolog, amit az elit természetesen akar, hiszen az embereket sokkal könnyebb egy városban kontrollálni, mint vidéken. Ezért van ennyi ember a városokban, hiszen így van kialakítva, ott egyszerűbb az élet, senki nem tud már termelni magának, így az embereknek egy városba kell költözni ahhoz, hogy túl tudják élni ezt az egészet. Budapest a legnagyobb város, 1,7 millió. 2018-as adat, ez Magyarország népessége 2018. 9,8 millió ember él Magyarországon, 171 ezer ember születik, 171 ezer gyermek születik, 241.600 ember hal meg. 241 ezer haláleset és 171 ezer születés. Ez az idén, legalábbis ha jól értem, ebben az évben ez volt. 198-an születtek, ma 279-en haltak meg. Nem tudom, hogy mikori ez az adat. 2020-ra 9,7 millióan leszünk, mint egy 50 ezerrel csökken, ha jól látom, a lakosság. Ugye 9,8 és 9,7, így van. Mint egy 50 ezerrel, 2,5 millióan 2025-re, 2045-re 8,8 millióan, 1 millióval kevesebben. 4,7 millió férfi van, és 5,1 millió nő. De ez az ábra sokkal jobban mutatja azt, hogy is alakul Magyarország népességének az életkora. Igen. Mivel az ábrának a közepe körül vannak a legtöbben, és a legkevesebben az alján, most eltekintve attól, akik ugye már 80 éven fölül vannak, vagy 70, akkor az is egyértelmű, hogy kevesebb ember van, aki a munkába be fog állni, mire azok az emberek, akik középen vannak, ki fognak menni a munkába. Attól függetlenül, azok az embereknek valamiből nyugdíjat kell majd fizetni, meg a TB-jét fizetni kell, meg az összes nyűgét majd mindenkinek, valakinek fizetni kell. Csak éppen az lesz a helyzet, hogy nem lesz, aki fizesse. Hiszen nincsen elég gyerek. Ez az, amit mondtam az előbb, és ez az, amit szerettem volna mondani mindvégig, hogy vajon ezeket a problémákat hogy fogják átidalni azok, akik most azt mondják, hogy ez mind csak egy összeesküvés elmélet, és ez nem így van, és majd minden jó lesz. Nem lehet csinálni embert, hogyha nincs. Az lehet, hogy valakik azt gondolják, hogy majd a robotok meg fogják oldani, mint ahogy elképzelik azt nagyon sokan. Ha valaki ez ingyen pénzre számít, akkor az elfelejti azt, hogy ingyen nincsen semmi. Soha nem is volt, meg soha nem is lesz. A zöld az, aki még nem dolgozó korúzóban 14 év alatti,
A sárga az, aki már nem dolgozó korú, 65 év fölötti, a kék az, aki most dolgozik. Már most többen vannak azok, akik nem dolgoznak, mint azok, akik majd dolgozni fognak. Akkor ki fog dolgozni, mikor a kékből kifele öregednek azok, akiből ráadásul több van, mint azok, akik jönnek befele. Ki fogja majd csinálni a pénzt? Főleg úgy, hogy semmiféle termelés nincs az országban. Ezek azok a dolgok, amikre mindenkinek szépen lassan fel kell majd készülni, különösen azoknak, akik azt mondják, hogy ez mindig is így volt, meg mindig is így lesz. Majd meglátjuk, hogy hogy volt, meg hogy hogy lesz. De a helyzet egyelőre az, hogy amíg valaki előáll egy jobb verzióval, addig az van, hogy szépen lassan ki fogunk fogyni a dolgozókból, meg a munkahelyekből, mint ahogy azt már megbeszéltük korábban, úgyhogy a termelés le fog csökkenni, hiszen nem érdemes itt termelni, mert hogyha minden egyes műanyagládát Kínából hozunk be, meg a körtét, meg Dél-Amerikából, meg Indiából, akkor minek csinálni itt bármit is, hogy akkor mit fog csinálni az a sok ember, aki legalább szeretne dolgozni. Arról nem beszélve, hogy hogy fogják eltartani majd azt, aki már nem tud dolgozni. Úgyhogy mindenki, aki fizeti a nagy nyugdíj előtt takarékosságot, meg az ezt, meg az azt, meg az amaszt, az olyan, mintha lapátolná a pénzét bele a kukába. Körülbelül annyit érne. Már jobban járna, hogyha most megenné. Legalább valami értelme lenne. Mutatok még egy ábrát azok kedvéért, akik még mindig nem kapizsgálják. 1950-től Magyarország népessége 2018-ig. Legalább van 1950, de megpróbálom felnagyítani. Oké, ez itt 1950. 9 millió 300 ezer, ugye második világháború után lecsökkent a népesség. Szépen elindult fölfelé, 1960, még mindig növekedett 70. 1985 volt az a pont, bocsánat, 1980 volt az a pont, ez a baby boom generáció, amikor ez megállt, nem csak itt, hanem világszerte. 1980-ban 10,7 millió volt, onnantól kezdve folyamatosan csökkent. Negyedik oszlopban látjuk, hogy ugye mennyivel csökkent, 186 ezerrel csökkent, 85-re, nem évente, bocsánat, 5 évente, és utána fokozatosan szépen lassan csökkent. Az utóbbi időkben 2010-től ugye évente van, 20 ezerről 2010-ben eljutottunk 33 ezerig 2017-ig, úgyhogy nagyjából 30-40 ezerre csökken Magyarország lakossága évente. Szóval magyarul azoknak a száma, akik majd egyszer dolgozni fognak, hogyha akarnak. Ez ugye milliókban a lakosság 1950-től 2017-ig. Úgyhogy amikor a sok éhes ember majd elkezd munkáért az utcára menni, akkor mindenki emlékezzen erre, amiről most beszéltünk. Megmutatom ezt egy másik diagrammal. 2008-tól 2018-ig ezek a diagramok ábrázolják Magyarország lakosságát. Míg eljutottunk 10 millióról 9,8 millióig. Lényegében ez az, amit meg szerettem volna osztani mindenkivel ez alkalommal. Hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy másokhoz eljutassa az információkat, akkor szerintem ez is egy nagyszerű adat azoknak, akik valójában keresik az igazságot, és próbálják megérteni, hogy mi történik a világban. Ki tudja, hogy kinek mi az, amire szüksége van. Ez egyébként a Wikipédia Magyarország demográfiai adatai. A népesség 9,8 millió. 74 év a születéskor várható élettartam, ez 2012-es adat, a férfi 72, a nő 79. 1,49 gyerek születik minden nőre, másfél gyermek. Láttuk az előbb, hogy 2,1 szükséges, 1,9-ről 1,9 alól még nem fordult meg soha, és 1,3 az, ahonnan lehetetlen megfordítani. Úgyhogy Magyarország is ebben a helyzetben van. Ez azt eredményezni 100 éven belül nagyjából az ország lakossága, ugyanúgy, ahogy Japánban szépen lassan eltűnő. Bár Japánban megfeleződik, Magyarországon lehet, hogy ennyire nem rossz a helyzet.
De ha évente 30 ezerre csökken, akkor 100 év alatt az egy jelentős csökkenés, mert 3-4 millió ember. A következő a 0-tól 14 éves korúak az 15%, 15-64 az 67%, és 65 fölött az 17%. Ez 1900-tól Magyarország népessége, így alakul, 6,8 millió 1900-ban, és szépen lassan növekedett, amit láttuk az előbb, és 1980-ban éri el a csúcsát, ugye 6,8-ról szépen felment 1980-ig, 1980 10,8 millió, és utána elkezdett csökkenni, míg már eljutottunk 9,77, szóval 9 millió 770 ezer. Itt látható a harmadik oszlopban jobbról, hogy mennyivel csökken, 40 ezerrel csökkent 2017-ben, nagyjából az átlag olyan 30-40 között van, olyan 35 ezer és 40 ezer között csökken évente a népesség Magyarországon. 91 ezer születés volt 2017-ben, 91.600 és 131 ezer ember halt meg. Hihetetlen. 1941, ami itt van például, ez a házasságoknak a száma. 80 ezer volt 41-ben a házasságok száma, és 6700 válás. 80 ezer házasság, 6700 válás, 177 ezer gyerek született. Ez 1941. Hihetetlen több ember született, mint amennyi meghalt. Ezt nehéz elképzelni most, ismervén ezeket az adatokat. De még egyszer, 80 ezer házasság, durván 7 ezer válás. 1980-ban szintén 80 ezer házasság és 27 ezer válás. 140, még mindig 150 ezer gyerek született, de már ez is 30 ezerre kevesebb, mint 41-ben volt. A házasságok száma szépen lassan csökken. 2006-ban eléri azt, hogy 44 ezer házasságra volt 24 ezer válás. 44 ezer házasság, 24 ezer, 25 ezer válás. Úgyhogy 1941-ben 80 ezer házasságra volt 7 ezer válás. Akkor mi volt a különbség? Akkor, ha nem a programozás. Vagy bele voltak kényszerítve az emberek, hogy úgy éljenek. Így voltak programozva. Mint ahogy most így vagyunk programozva. Akkor a válások 10%-a végződött, bocsánat, a házasságok 10%-a végződött válással, sőt, még annyi sem, és utána 10 évvel később ez már sokkal rosszabb volt, és hogyha a 60-as éveket megnézzük, akkor pedig jelentősen romlott ez az arány. De hogyha előre megyünk 2006-ig, akkor ez durván olyan, az úgy tűnik, hogy több mint 50%, több mint a fele. Érdekes módon elindult egy folyamat 2007-től, nem is, bocsánat, 2014-től, amikor több házasság köttetett. 2014-ben újra elkezdett növekedni a házasságok száma, és csökkenni a válások száma. Úgyhogy a 2007 körül volt a legborzasztóbb a helyzet, úgy tűnik. 2006-2007, illetve utána egészen, hát igen, 2012, és utána kezdődött el csak egy pozitívabb folyamat. A születéskor váltó élettartamról volt szó, az érdekes módon folyamatosan növekedett. 41-ben 55 év volt, utána 59, 65, 66, és szépen megmaradt azon a szinten, és kúszik felfelé az évek során, míg elérte a 72-t. Nőknél pedig a 79-et. Még egy dolgot meg szeretnék mutatni. 49-ben 1700, de gondolom itt az adat hiányos. Utána látjuk, hogy 1960-ban 160, 162 ezer, utána 200 ezer, és aztán az is szépen elkezdett csökkenni, míg már a 28 ezernél megállt. Még egy dolgot megmutatnék, ez lesz az utolsó ezzel kapcsolatban, ez pedig a népesség megoszlása a települések szerint, hogy ki milyen településen lakik. Budapest
2 millió volt 1980-ban, szépen fokozatosan lecsökkent 1 millió 750 ezerre. Más városok, ugye még plusz 5 millió mára, és a falvakban 3 millió ember lakik. 1980-ban 3,2 volt, majdnem 3,3, most pedig 2,9, úgyhogy nagyjából 400 000 ember szivárgott el a falvakból országszerte az elmúlt 40 évben. Az annyira nem is megdöbbentő. Bár szerintem ehhez hozzájárult az is, hogy kihaltak jobban a falvak lakossága, mint a városok. Nagyszerű. Ez az, amit meg szerettem volna mutatni azzal kapcsolatban, hogy mi is a dolgok állása 2018. május 29-én. Ez egy érdekes adalék. Tudom, hogy már volt szó erről, de gondoltam megmutatok még néhány statisztikát, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. A szituáció, amiben vagyunk, az az, mikor szorul a hurok gyakorlatilag az ember nyaka körül. Minden oldalról be vagyunk kerítve. Minden egyes része ennek a live-oknak eddig ezt mutatta be. Bemutatta az egyik oldalról, a másik oldalról, a harmadik oldalról, a negyedik oldalról. Remélem, hogy a legtöbb ember számára világos az, amit mondani szeretnék, az pedig az, hogy ha túl sok véletlen van, vagy túl sok jel mutat egy irányba, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy ez miért is történik. És mondom, ezek nem feltétlenül azoknak az embereknek szólnak, akik folyamatosan nézik ezeket és értik, hogy hogy működik a világ, hanem inkább az újaknak. Megértsék azt, hogy amit én szeretnék, az az, hogy mindenki elkezd utána járni a dolgoknak, és megérti azt, hogy a világnak, a valóságnak nincsen köze ahhoz, amit a legtöbb ember gondol arról. A legtöbb ember egy alternatív valóságban éli le az egész életét. A legnagyszerűbb példa erre a Matrix film, amiben mindenki azt hiszi, hogy vágja, hogy miről van szó. Annak ellenére, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő a kisebbségbe tartozik, és ő vágja. Hogy lehet az, hogy mindenki vágja, és mindenki a kisebbségbe tartozik? Akkor valami probléma van. Ez azért van, mert a legtöbb ember nem vágja, és a legtöbb ember sose fogja megérteni, hogy mi az, amiről szó van. Én próbálok ezen ilyen vagy olyan módon segíteni, amit épp úgy gondolok, hogy a leghasznosabb. Ez szerintem egy kulcs jelentőségű dolog ebben az egyenletben. Megérteni azt, hogy a társadalom, ahogy mi ismerjük, különösen nyugat-európai és az észak-amerikai, a legfejlettebb társadalmak, ahogy mi ismerjük, azoknak vége van. Befellegzett. Nem lehet a folyamatot megállítani, egyszerűen kicsináltuk magunkat, tulajdonképpen ez a legjobb szó rá. De nem csak mi, az egész világ. Az egész világon mindenki tulajdonképpen kigolyozta magát a játékba. Akár amerre nézünk, ez a folyamat szép, lassú korrelációja a társadalomnak, ahogyan elpusztul a világ azért, amilyen utat választottunk és amilyen úton járunk. És hogyha valaki azt gondolná, hogy arra buzdítok bárkit is, hogy kezdje el megmenteni a földet, a fákat, a pandamacikat, meg tüntessen, abszolút nem erről van szó. Sőt, én azt mondom, hogy ne is foglalkozzon ezekkel a dolgokkal. Tegyen meg persze mindent, amit meg tud tenni így a saját környezetében, hogy ne ártson senkinek, meg semminek, de extra energiát abba fecsérjen, hogy meggyőzni embereket, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, meg hogy mit tudom én, mit szoktak még az emberek, hogy akármit. Azokra fölösleges belemenni. Ha lehet, ne ártsunk, a fókusz mindenkinek azon kellene, hogy legyen, hogy eljusson az igazságig, és mikor eljutott az igazságig, és megértette azt, hogy van egy teremtő, és őt érdekli, hogy mi van az emberrel, és nem csak az, hogy érdekli, hogy mi van az emberrel, hanem neki nem tetszik az, amit az emberek csinálnak a Földön, és nem, hogy neki nem tetszik, olyannyira nem tetszik, hogy ezt az egészet
ő el fogja törölni a föld színéről, és ez az a folyamat, amit mi látunk most, ha valakinek ez nem elég hozzá, ezek a videók, akkor majd lehet, hogy a következő elég lesz, és akkor megérti. A helyzet az, hogy ő az, aki a háttérben van, ő az, aki minden hazugság, minden összeesküvés elméletnek a céltáblája, annak érdekében, hogy őt valamilyen módon elrejtsék. És ez sikeres volt, hiszen a legtöbb ember azt gondolja, hogy ő valamilyen fajtája egy beszélő majomnak, aki hozzáragadt egy gömbhöz, és pörög a semmi közepén. Innen indul ki az egész, utána minden hazugság arra irányul, hogy a teremtőt elrejtsék. Tudja az ellenség, hogy neki mindegy, neki harangoztak, ugyanúgy az összes többinek, aki őt támogatta mindig. Azt szeretné, ha mindenki oda menne, ahova ő megy. És a helyzet az, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a legtöbb ember oda vele tart, ahova ő megy. Azért, mert nem hajlandó felfogni azt, hogy esetleg nem úgy vannak a dolgok, ahogy azt ő megtanulta az iskolában, vagy ahogy olvasta a könyvekben, vagy azt neki mondta a tanítónéni, vagy ahogy azt látta egy dokumentumfilmben, a tévében. Ez a legnagyobb probléma. Tetszik vagy sem, Yahuwah az, aki az egészet irányítja, és mindenki azt kapja, ami a szívében van. Ezért tart így itt a világ, ahol van. Ő nem büntet minket, mi lebüntetjük magunkat. Azért, mert ezt az utat választottuk. Az, hogy elfogyunk, az annak a következménye, hogy az emberek bevették, hogy egy golyón beszélő majmok, akik elszaporodtak és feledték a bolygót. Ezért nem vállalnak az emberek gyereket. Ezért van az egész, ezért hitték el, hogy mi tönkretesszük a bolygót, mikor nem mi tesszük tönkre, mikor semmit nem is tudunk csinálni. Nem én vagyok az, aki beimportálja ide az avokádót műanyag tálcán kettesével műanyagba csomagolva. Nem tudok mit csinálni, azon kívül, hogy nem veszem meg, de ha nem veszem meg, azt akkor a többi dolog ugyanígy van. Úgyhogy ezt kellene, hogy felfogja mindenki. De nagyon remélem, hogy legalább egyel többen fogták fel, mint ahányan eddig voltak. Vagy sőt, inkább azt mondom, hogy remélem, hogy senki se veszett el. Nem vagyunk kevesebben. Legalább, mint ahogy eddig voltunk. Találkozunk egy hét múlva. Nem tudom, hogy itt vagy a másik csatornám, hogy meglátjuk, hogy hogy alakul, hogy tudom-e azt csinálni. Ott, ha nem, akkor itt. Amúgy pedig szombaton este Sabát és Yahuwah útján találkozunk. Addig mindenkinek a legeslegjobbakat és halleluja. És köszönet Yahuwahnak, mert ő az, aki ezt az egészet lehetővé teszi, és ő az, akihez mindenkinek el kellene jutni, a többi minden más, csak időpocsékolás. Shalom! Még annyit hozzátennék, hogy ezen videók célja nem az, hogy bárkit is meggyőzzek arról, hogy amit én mondok, az az igazság, vagy én mindent tudok, vagy úgy vannak a dolgok, ahogy itt elhangzik. Természetes az, hogy én úgy hiszem, hogy ez az igazság. De sokkal fontosabb lenne az, hogy mindenki, aki eddig még nem jött rá, elkezdjen gondolkodni, és szép lassan megértse azt, hogy a világ és a valóság teljesen más, mint ahogy azt eddig mindannyian gondoltuk. Nagyszerű lenne, hogyha ebben a folyamatban ez a videó is szerepet játszana, de így vagy úgy a tényen nem változtat, hogy ez a dolgok állása jelenleg 2018-ban. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!